Kosdi Tamás, Én fénylek. 2012. július 25. Tegnap az jutott eszembe, hogy hogyan kezdődik egy szakrális rendszer felépítése, ha nem emberi szintről nézzük a szervezést. És az első dolog az, hogy olyan emberek kellenek hozzá, akik elérték, akárhogyan, az én fénylek állapotát. Ez nem a fénytest állapota, hanem azé, amikor én a fényemmel tudom magam körbevenni. Akkor is, ha elszívják, akkor is, ha sötét vesz körül, és akkor is, amikor észreveszem, hogy mások elvették. Képesség kell hozzá, hogy fényt termeljek magamban. Ezt pedig 24 órában folyamatosan figyelned kell, úgy, mint az éhséget. Ha megéhezel, ugye eszel? Ha szomjazik a vesséd, iszol? Ám ha elfogy a fényed, feltöltöd magad. És hidd el, ezekben a nehéz időkben ez 24 órás, mindennapi éber figyelmet követel meg tőled. Hogy hol töltöd és hogyan, az egyéni, technikai részlet, de tudd, hogy szakrálisan addig nem lehet a saktáblára tenni téged, hogy akkor kezd meg a játszmát, ameddig nem vagy bábu azonos. Paraszt vagy bástya, néha király vagy királyné. Mindenki kell. De csak az lehet a páston, aki elérte egyedül és mindenki más segítsége nélkül az én fénylek állapotát. Miért csak ilyen vehet részt szakrális rendszerépítésben? Hát mert ne azzal kezdjük már el, hogy akkor én segítek neked fényleni, te meg a másiknak. Esünk, kelünk, bukdácsolunk, de meddig még? Ez is kell, de a saktáblára csak akkor vezetnek fel téged, ha már fényt tudsz termelni. Bioáramban is gondolkozhatsz. Gondolj csak végig, milyen környezetben élsz, és a házastársad, párod, szomszédod, főnököd, emléked, vágyad, fóbiád, akármit állandóan elvisz téged a fényállapotodból. Ilyenkor lelassul az emésztés, karikásabb a szem, kevesebb az életkedv, de mégiscsak valahogy fel kell töltődni. Ez az életrendje, ezt tudod. De én nem életvezetésről beszélek neked, mert úgy éled a napjaid, ahogy akarod. De azt tudnod kell, hogy ameddig nem vagy én fénylek állapotban, addig nem lesz közöd szakrális rendszerépítéshez. Építeni azt tud, akinek van hozzá hője, szere. Felesleges azon beszélgetnünk már, hogy hogyan járd az utad a Reiki szakkör és az Anasztázia olvasása között. Arra vagyok kíváncsi, hogy kész vagy-e már arra, hogy minden zavaró, ártó, ellenséges körülmény ellenére 5-25 perc alatt, állapottól függően, újra tudod-e indítani a rendszered, hogy visszaállj a saktáblád helyére? Mindig, mindenkor. Ha űrhajók potyognak az égből, és ha atomot dobnak a fejedre, akkor is, az utolsó lehelletig. Mert a szakrális rendszer azon fog múlni, hogy az építői és védői mennyi fényt bírnak magukból adni. Egyedül, egyenként, de majd összeadódva is. El kell érned az én fénylek állapotát, mindegy, hogy kineziológiával, wellness-szel, meditációval, jogával, reikivel, katolikus imával, Anasztáziával, Arvisurával, Dzogchennel, Saibabával, zenével, rajzzal, balettel, neked fénylened kell minden körülmények között. Ha csak 7-től 9-ig tudsz fényleni, hát az se rossz, de ezért még nem adnak neked sakkockát. Még nem vagy elég jó a posztra lépni. Az Isten se bolond olyan csatába küldeni, amelyikben tudja, hogy 2 lépés után összeesel. Inkább késlelteti a játékot, és megvárja, hogy a legjobb csapat állhasson fel. Az idő az ő kezében van. Ezzel operálhat és vár. De néha elfogy az idő, és meg kell kezdeni a csatasorba állást. Leütik a gongot, és akkor már nem lehet visszalépni, edzőterembe járni. Sakkozni kell, és ott van szemben az ellenfél, az erő másik oldala. Mindig ott lesz, és minden másodpercben beléd folyik, akkor, ha te nem véded magad, mégpedig nem pénzzel, szőnyeg alatti buksi fejjel, hanem fénnyel, fénnyel, fénnyel és fénnyel.
Ez az egyetlen esélyed részt venni a nagy csatában. Népek csatája vagy világháború mind csak egyen múlik. Hányan és milyen erősen fénylenek. A csata kezdetét veszi. Úgy érzem, hamarosan. Nem én indítom, és nem is az Isten. Egyszerűen csak fogd fel, hogy nem lehet tovább fékezni. Kifutnak a kerekek, és megfordul a világ. Nincs várakozás, nincs lehetőség tovább várni, és neked, benne, az a szerep jut majd, hogy fénylő légy. Ez életed záloga is, és ezen múlik a harmadik világháború. Magyarok népe, szívek királynője, kalandba szólítalak. Hatalmad végtelen, az erőd véges, de itt vagyunk veled. Mutasd az utat, és ne engedd a sátánt a virágaink közé. A kerted maradjon tiszta.